Egetrengető változás állt be pozitív értelemben a bátaszéki futballban. Míg 5 fiatal játékos, néhányan az akadémiáról a nyáron hazatért bátaszékre. Az acsádi testvérekről, Tóth Balázsról, Tóth Tamásról, Hénről kell szót ejteni. De ebből önmagában még nem következik az a pozitív fordulat, ami néhány hónap alatt bekövetkezett. A széteső, kieséstől fenyegetett bátaszék a 2019-2020-as bajnokságban már az elit mezőnyből is kiemelkedik. Mi több, látványos futballt vezet elő, és első számú kihívójaként emlegetik a Bonyhádnak edzői és szurkolói berkekben is a bátaszéket. Az új edző Szűcs Lázár elévülhetetlen érdemeit emlegeti szinte minden fő és mellékszereplő a csapat megújulásával kapcsolatosan. No, a szkeptikusan fogadták, hogy a Baján élő 9 éve már nem edzősködő, már nyugdíjas, egykori kitűnő NB1-es játékos Szűcs Lázárt nevezték ki a nyáron edzőnek. A hazai nézők részéről azért kétségeket jelentett a kora miatt, meg ugye, hogy sokan emlegették, felemlegették, főleg edzőtársaim, úgymond nem jó előjellel, hogy a 9 év az azért, a kihagyás azért az nem biztos, hogy előnyére szolgált, de mindenkit és mindent megcáfolt. Kezdve a felkészülési időszakban, amikor már lehetett látni, hogy ezzel a játékosokat illetően frissítéssel, illetve az ő személyével, illetve azzal, hogy 4 edzés van, plusz a felkészülési mérkőzés, tehát heti 5 alkalommal együtt volt a csapat, és láttuk a felkészülési mérkőzéseken, hogy itt azért van, aminek történnie kell. Történt is, bemelegítésként kiütötte a bátaszék a Majost a Magyar Kupában. Legyőzte a tavalyi ezüstérmes Tolnát, a meghatározó csapatnak számító Tamásit is, na is a címvédő Bonyhád otthonában is x-elt a bátaszék, legutóbb pedig bajnoki mérkőzésen szintén vendégként is győzött a Majos ellen. Mivel a Bonyhádnak van egy elmaradt mérkőzése, az élen már most a megye egyben a bátaszék áll. A tavalyi tabella az nagyon sok mindent meghatározott, most nem a helyezésre gondolok én, hanem a kapott gólok számára. Nagyon sokat kapott a csapat, és ez azt jelentette, hogy a védelmet azt át kellett alakítanom. És hál' Istennek az átigazolások is úgy jöttek össze, hogy posztra sikerült igazolni, nem pedig királyoktól levetett gúnyát kaptunk, hanem meghatározó embereket. És én azt mondom, hogy a sikernek nem nincsen titka, hanem egyszerűen a munka van mögötte, ennyi. És azt gondoltuk ki, hogy igazából azt kellene tenni, hogy nem ilyen 30-35 év közötti játékosokat kellene úgymond biztosra menve igazolni, hanem hozzuk vissza azokat a bátaszéki gyerekeket, akik Pakson, Szekszárdon, itt-ott-amott, de a koruk révén még egyfajta becsvágyat nyújtva a csapat felé, esetleg tudnának bennünket frissíteni. Az új edző már az első néhány edzés után rábólintott az általa ismeretlen új srácokra. Akikkel hamar szót értett, a keret tagjai pedig abszolút vevők voltak Szűcs Lázár szakmai és pedagógiai módszereire. A labda birtoklás az elsődleges nálunk. Én nekem az a veszőparipám, hogy a labda úgy menjen végig, hogy egy érintőbe végig tudjuk vinni a pályán, akkor azt mondom, akkor nagyon boldog vagyok. Ez még nem sikerül, de hát ez a terv. Most már ott tartunk, hogy azért 3 érintőből azért meg tudjuk oldani. Láttam, hogy van bennük fantázia, akarták a dolgot, tették a dolgokat, és jött is az eredmény. Az MLS nem írta át a versenynaptárt, úgyhogy ezentúl is csak 11 játékos mehet ki a pályára, és mi vagyunk időnként több, mint 20. Tehát egy olyan versenyhelyzet alakult ki, hogy mondtam, aki a játék, mutatott játék alapján fogom eldönteni, ki kezd. Az első volt a mutatott játék, másik az edzésre járás. És ez alapján döntöttem, hogy megváltoztak játékosok. Hát én azt mondom, hogy a Faller meg a Botos az érre álltak. Azt mondom, hogy jobb kezem lett mind a két játékos, csak megemelem a micimet előttük, a hozzáállásuk olyan, hogy viszik is a csapatot magukkal. Sok tényező van, a legfőbb tényező az, hogy lett egy edzőnk, az nagyon fontos tényező. A csapatot úgy érzem, hogy heti 4 edzés az nagyon meglátszik. Csütörtökön még, aki szeretne jönni, az külön edzésre jöhet, fakultatívan. Meg az a 4 ember, meghatározó ember, ha megnézzük a 4 emberből alapkezdő 3, mindenféleképpen is a 4. is mindig játszik annyit, amennyi kell. Így 40-45 perceket tudnak játszani, és ezek nagyon-nagyon fontosak.
mert tavaly azért hullámvölgyben voltunk, így van, tavaly nagyon kevesen voltunk, és sokat számít az, hogy ezek a fiatalok, akik nem mindegy, hogy egyet cserélünk, vagy hármat, és a három csere is olyan, aki 100%-os formában van. Előbb a tavaly rengeteg gólt kapott védelmet kellett rendbe tenni. Tóth Balázs és Acsádi sokat segített ebben. A középpályát is uralja egyébként a Bátaszék, így bárkire nyomást gyakorol. Ha védekezésre kényszerül, abból pedig remek kontrákat vezet a csapat. Tóth Tamás, a Szekszárdról hazaérkező csatár pedig nem csak rúgja a gólokat, hanem adja a gólpasszokat is. Vajon megmarad-e ez az egység és lendület, és akkor már az idén bajnok lehet a Bátaszék? És megvan-e az ehhez szükséges, biztos anyagi háttér, vetődik fel? Látva a fél éves táblapénzek befizetését, ami ugye megkeresés alapján történik, látva a TAO-s befizetéseinket, és látva azokat a felajánlásokat, amit mi kapunk mondjuk a júliusi időszak óta, én azt gondolom, hogy Bátaszéken mindig is szerették a focit, ezután is szeretni fogják, és most meg különösképpen szeretni fognak bennünket, vagy szeretnek bennünket, és a mi egyesületen belüli alszámlánk, azt mindenkinek elmondhatom büszkén, hogy bizony fel van töltve. Fontos szempont továbbra is a bátaszéki származású kötődési játékosok szerepeltetése, beépítése. Nos, e tekintetben is jó úton indultak el az idén nyáron. Akik most jöttek, a két acsádi bátaszéki, a hénferi bátaszéki, a tót gyerekek bátaszéki, és tehát bátaszéki kötődésűek. Tehát az egyértelmű arra mutat, hogy környékbeliek játszanak a csapatba, és nem pedig, ahogy mondtam, királyoktól levetett gúnya. A bátaszéki futball visszatérhet az őt megillető pozícióba, Tolna megye hosszabb távon is meghatározó csapatai közé.